Tegyük fel, hogy az államnak folyamatosan adóssága van, mely adóssága társadalomra hárul. Két dolgot csinálhat ilyen esetben az ember. Vagy kevesebbet fogyaszt, vagy többet kell, hogy dolgozzon és termeljen. Vetette fel a pénz bevezetése óta létező egyik legnagyobb problémát dr. Gyulai Iván, a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke. Mint mondta, a folyamat nyertesei a folyamatosan termelődő bevételt újra és újra be akarják fektetni, hiszen mi mást is csinálhatnának a pénzzel. Mint mondta, hatalmas játékok ezek, mivel már értelmes dologba szerinte nem tudnak befektetni. Visszaemlékszik a ösztönös géprombolásra, tehát az emberek lázadtak mindig az innováció ellen, mert jött egy gép, elvette tőlük a munkát. Hát most a robot fogja elvenni, és hát szerintem ezek beláthatatlan következményekkel járnak, de hát ugye van egy mantránk, a versenyképesség, és hát nyilván a legnagyobb költség jelen pillanatban az az élő munka. Ha az emberi élő munkát robottal helyettesítjük, a cég számára növekszik a profit. Ezt a nyereséget pedig megint befekteti valamibe, de egy idő után már a robot is kevés lesz, hogy növelje a hatékonyságot. Ez pedig a társadalom finom szöveteit, az emberi értékeket, az emberi kapcsolatokat rombolja le, teszi tönkre. Van erről egy tanmese. Még a cserekereskedelem élt egy vidéken, amikor még csirkét búzára cseréltek az emberek. Elment közéjük egy városi bankárember. Megkérte őket, hozzanak bőrt. Kivágott abból 100 darab korongot, és azt adta a 10 családnak. Ezek a családok már ezt a korongot használják, tehát magyarul a pénzt használják a cserére, és hát meg vannak elégedve ezzel a remek találmánnyal, és kérdezik, hogy jó, hát most, hogyha ilyen jó ötletet adott nekik, akkor mivel tartoznak. És mondta nekik, hát nem tartoznak semmivel, de amikor majd egy év múlva visszajön, akkor mindenki vigyen 11 darab korongot neki. Addig harmónia volt a közösségben, de onnantól kezdve csak úgy lehetett a 11-et megszerezni, ha valakitől elvették. Addig együttműködés volt, de onnantól kezdve, hogy valakitől meg kellett szerezni még egy korongot, már verseny lett. A versennyel felbomlanak a társadalmat összefűző dolgok, mint például a kölcsönös nagy lelkűség. Értékvesztés történik, átalakulnak a kapcsolatok, a természettel való kapcsolat, hiszen már más lesz a fontos az embereknek. A pénz. Minden érték ennek alávaló. A növekvő emberiség növekvő igényeit viszont nem lehet úgy energiával kielégíteni, hogy az ne okozná a környezet változását.